estét kívánok! Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Nagykunsági Krónika című közéleti magazinműsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg ma esti műsorajánlónkat! Kedves nézőink, a múlt héten pénteken a Karcagi Általános Iskolában tartottak sajtótájékoztatót, amelyen részt vett Kovács Sándor, a Jászlikun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke, aktuális kérdések című heti magazinműsorunk külön kiadását látják. Akkor szeretettel köszöntöm a megjelent sajtó részvevőit, köszöntöm mellettem Boldog István országgyűlési képviselőt és Kovács Sándort, a Jászlikun-Szolnok megyei közgyűlés elnökét, illetve valamennyi kedves megjelentet az intézményektől is. A mai sajtótájékoztatónknak a témája a karcagi tankerületben az állami fenntartás-oktatási intézményeknek az infrastruktúrális fejlesztési pályázati eredményeinek a bejelentése, és itt szeretném azt az örömhírt megosztani önökkel, hogy 13 intézmény fejlesztésére nyújtottunk be pályázatot, mind a 13 pályázat nyert. Itt szeretném a mellettem ülőknek megköszönni azt az együttműködést, amit mind a pályázati kiírások során, illetve a pályázat elkészítése, és bizony benne, hogy a megvalósítások során is nyújtottak, illetve nyújtanak majd számunkra. Ennek eredményeképpen a 13 nyertes pályázattal 2,5 milliárd forint értékben hajthatunk végre infrastruktúrális fejlesztéseket, ezen belül az épületek felújítása mellett bővítések is fognak történni, valamint a modern, korszerű eszközökkel látjuk el az intézményeinket. És akkor most, ha megköszönném, hogyha a Boldog István országgyűlési képviselő úr is megosztaná gondolatait. Köszönöm szépen, nagy tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a mai sajtótájékoztatón. Én egy idézettel szeretném kezdeni, hiszen iskolákról, óvodákról fogok beszélni, oktatási intézményekről, és a Skeeti együttest szeretném idézni önöknek. Az a nemzet elvész, mely nem épít iskolát. Elveszíti múltját, rangját, anyanyelvét, otthonát. Ezért hát százszor kiáltom magyar iskolát sokat, hogy minden magyar gyermekhez eljusson a gondolat. Hölgyeim és uraim! Nagy tisztelettel jelentem a sajtó képviselőinek, hogy a Nemzeti Ügyek Kormánya, megértve ezen gondolatokat is természetesen, nagyon sok pénzt költ, nem csak a mi körzetünkben, hanem az országban is, oktatási intézményekre. És ha már itt lehetek és megoszthatom önökkel ezeket a jó híreket, el kell mondjam, hogy a saját kis térségem az közel 4 milliárd forint értékű oktatási intézmény fejlesztést nyert el az idei esztendőben. Azt gondolom, hogy ez egy óriási dolog. Ekkora összeg a Tiszazugra, a Mezőtúra, a Törökszentmiklósra oktatási intézmények fejlesztésére soha nem érkezett egy esztendőben. Én úgy gondolom, hogy ez már maga mutatja azt, hogy milyen nagyon odafigyel a kormány az oktatási intézmények fejlesztésére. Természetesen ezek nem mind a Sági úr által említett EFOP-os forrásból vannak, abból a forrásból 1,1 milliárd forint került hozzánk, illetve csak a Sági István körzetére eső, oktatási körzetére eső részből 1,1 milliárd, én azt gondolom, hogy az egy óriási dolog, de bizony a top pályázatoknak és egyéb pályázatoknak köszönhetően 839 millió forint érkezett még ez mellett a Sági úr oktatási körzetére, az összes többi, ami a 4 milliárdhoz hiányzik, az pedig a Tiszazugi körzetben érkezett, tehát látható, hogy óriási összegekről van szó. Hogy említsek olyat, hogy milyen felújítások lesznek, top forrásból például a Törökszentmiklósi Református Egyház, a Katolikus Egyház fog óvodákat bővíteni, Mezőtúron, Mesterszálláson bővítenek óvodát, Kétpón általános iskolát, de Mezőtúr önkormányzata például bölcsödét fog fejleszteni, tehát látható, hogy a legkisebbektől indulunk, és haladunk fölfelé a csoportban. És hát amit Sági úr említett, az egy óriási dolog számunkra, hiszen
két nagyon fontos körzetközponti iskolánk nyert ebben az oktatási körzetben. Ez a Törökszent Miklósi Hunyadi Mátyás Általános Iskola, amely több mint 470 millió forintot nyert, és a Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, amely több mint 440 millió forintot nyert ezeken a támogatásokon. Ez mellett felújítási munkálatok lesznek elvégezve mintegy 40 millió forint értékben a tiszatenyői, és mintegy 150 millió forint értékben a kengyeli általános iskolákban. Azt gondolom, hogy ez mutatja azt, hogy a kormány odafigyel a jövőre, mert a jövő a gyermekekben van, és az a legfontosabb, hogy nekik minden lehetőséget megadjunk ahhoz, hogy a lehető legjobb oktatást kapják, és a lehető legfelkészültebben kerüljenek majd ki annó a nagybetűs életbe. Köszönöm szépen! Köszönöm képviselő úrnak a gondolatait, és megkérném Kovács Sándort, hogy ő is hozza meg velünk. Nagy szeretettel köszöntöm a sajtó képviselőit, az intézmények vezetőit, és hát én, amikor ebbe a épületbe beléptem, nekem az jutott az eszembe, hogy ahol ott a sajtóképviselő hátul ülnek, én vizsgáztam itt vadászkürtre, jártam ide a zeneiskolába, és nem a felújítás hiánya miatt nem lett belőlem zenész, hanem egyéb objektív és különböző okok miatt, és azt kellett megállapítanom, hogy igen, erre az intézményre is, erre az épületre is ráfél a felújítás, hiszen nagyon régen vár már a magyar közoktatás arra a lehetőségre, ami ezekben a pályázatokban, ezekben a felújítási pályázatokban megjelenik. Hiszen ekkora összeg koncentráltan az intézmények felújítására, az oktatási intézmények felújítására, akár eszközök bővítésére, én nem is emlékszem, hogy mikor volt utoljára. Ez jelzésértékű abból a szempontból, hogy a nemzetügyek kormánya, a magyar kormány fontosnak tartja a közoktatást. Boldog István képviselő idézete alapján ezen áll vagy bukik az országa nemzet jövője, hogy a pedagógusaink milyen gyermekeket készítenek fel az életre, a Magyarország felvirágoztatására, és ehhez kellenek emberhez méltó pedagógus fizetések, amiben nem azt mondom, hogy elértük a célt, hanem fokozatosan próbáljuk azt a hátrányt ledolgozni, ami évtizedek alatt kialakultak, és azokat az intézményi lemaradásokat is, amik a felújítások, a modernizálások hiányából származnak. Most léptünk megint egy nagyot előre, nem értük el még a célunkat, de azt gondolom, hogy talán 15-20 éve, lehet, hogy régebben nem volt ilyen komoly, országos, koncentrált intézményfelújítás, és a legnagyobb öröm az, hogy szűkebb pátriánkban, itt a Jász-Nagykun-Szolnok megye keleti felében is ezek megvalósulnak, és még egy üzenete van ennek a mai napnak, többen ülünk itt. Boldog István képviselő úr, én is, Sági István úr is, és együtt tudunk örülni közös sikereinknek. Hiszen tudunk annak örülni, hogyha Karcagon, ha Mezőtúron, ha Törökszent Miklóson újul meg egy intézmény, mert közös siker mindannyiunknak. Vannak kisebb és nagyobb felújítások, a kisebb felújítások általában kisebb vagy kisebb összegű felújítások kisebb iskoláknál, a nagyobbak pedig központi szerepet betöltő középiskoláknál vagy általános iskoláknál jelennek meg. Amikor nézünk egy nagyobb összeget, nézünk egy intézményt, az nem csak egy iskola épületet jelent, hanem annak az iskolának több tagintézményét, az egy összevont tagintézményt, tehát több épület fog megújulni. Abban bízom, hogy amikor ezek a pályázatok és ezek a beruházások, felújítások megvalósulnak, jobb minőségű lesz, szebb környezetben fog történni az oktatás, és már Sági István úrral és Boldog István képviselő úrral tervezzük azt, hogy mi legyen a következő lépés, mert nincs ebben minden benne, amit még szeretnénk. Terveink vannak, elképzeléseink vannak, és nem lehet megállni ezen az úton. Ahogy ezek a beruházások elkezdődnek, már a következőket kell tervezni, hiszen nagyon sok olyan iskolánk van még, nagyon sok olyan oktatási intézményünk, amire ráfér még a felújítás, ráfér még a megújítás, és akkor nem mondhatja el majd senki magáról, hogy amikor
40 évvel később bemegy egy iskola épületbe, egy oktatási épületbe, akkor pontosan tudja, hogy hát ez olyan volt, mint a gyermekkoromban, meg fog újulni minden, meg fog újulni a közoktatás, ugyanúgy, mint ahogy Magyarország is. Én egy kicsit elnézést kérek attól, hogy késtem, hiszen illik ebbe a sorba, hogy újulnak meg az intézményeink, több forrás van az országnak. Egy munkahelyteremtő beruházás alapkőletételeire került sor pont Tiszafüreden, helyi erőből helyi vállalkozás, ami mutatja azt, hogyha húzunk egy egyenes vonalat a között, hogy intézményeink, állami oktatási intézmények megújulnak, munkahelyteremtő beruházások magyar forrásból, magyar cégeknél bővülni fognak. Ez azt láttatja és azt mutatja, hogy erősödik az ország, erősödik a gazdaság, erősödünk ezáltal mindannyian, és én bízom benne, hogy egy-másfél év múlva ezeknek a felújításoknak a következő ütemével ugyanitt tudunk leülni, vagy Karcagon, vagy Törökszentmiklóson, vagy Mezőtúron, vagy Túrkevén, és tudjuk folytatni ezt a munkát, amihez hozzákezdtünk, aminek még az elején járunk. Nagy hátrányt kell leküzdenünk, de azt gondolom, hogy jó ütemben haladunk, és az irány mindenképpen jó. Köszönöm szépen! Plusz Csillával, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójával beszélgettünk arról, hogy milyen fejlesztések lesznek az ön által vezetett intézményekben. Ugye az EFOP 412-17-es projekt keretén belül a Tankaréleti Központ a Kovács Mihály Általános Iskolai Tagintézményünkbe nyújtott pályázatot, mely nyertes pályázat, és 468.045.308 forint összegben infrastruktúrális fejlesztésre kerül sor ebben az intézményben. Azt gondolom, hogy ez így kimondva is egy hatalmas szám. Így van, ez egy hatalmas szám. Ugye a pályázat megírásakor a helyi igényekből indultunk ki. Ez az épület 1948-ban épült, és azóta nagyobb méretű felújítás, beruházás nem valósult meg ebben az iskolában, és nagyon örülünk ennek a lehetőségnek. Ugye elsősorban infrastruktúrális fejlesztésről van szó, megújulnak a tantermek, a nyílászárók, a fűtési rendszer korszerűsítésére kerül sor, a vizes blokkok felújítására, az elektromos hálózat, a tetőszerkezet felújítására, illetve kapacitás bővítésre is sor kerül egy emelet ráépítéssel, ahol két szaktanterem, egy magyar szaktanterem, illetve egy képzőművészeti szaktanterem kerül kialakításra a kiszolgáló helyiségekkel együtt, illetve ezen az emeleti részen két fejlesztő terem, 15 fő befogadására alkalmas terem kerül kialakításra, hiszen nagyon fontosnak tartjuk a hátrányos helyzetű, halmozott hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési magatartási nehézségekkel küzdő, valamint az autista gyermekek egyéni kis csoportos fejlesztését. Ezen kívül egy korszerűen felszerelt természettudományos labor kerül kialakításra, illetve egy olyan labor, ahol egy olyan nyelvi szoftverprogram kerül beszerzésre, ami egyrészt segíti a nyelvtanárok, az angol tanároknak a munkáját, és elősegíti a gyerekeket abban, hogy minél jobban elsajátítsák az angol nyelvet, a kiejtést, különböző feladatokkal segítik a tanulást. Továbbá az iskola udvar is meg fog újulni, hiszen ez egy nagyon fontos térközösségi tér, ugye, és akik ismerik a Kovács Tagintézménynek az udvarát, látják, hogy egy betonos udvarról van szó, ami már igen rossz állapotban van. Itt is felújításra kerül sor, illetve kerti bútorok elhelyezésére, ahol a gyerekek kellemesebben tölthetik el az órák közötti szabadidőt. Azt gondolom, hogy itt végighallgattuk, hogy mi minden, talán röviden úgy foglalhatnánk össze, hogy a pincétől a padlásig minden megújul ebben az iskolában. Így van, és rá is fér erre az intézményre, és
úgy gondolom, hogy nem csak a gyermekeknek, hanem a pedagógusoknak is megfelelő teret, megfelelő minőségű és színvonalú teret kell biztosítani ahhoz, hogy a mindennapi oktató-nevelő munkájukat nyugodt körülmények között tudják végezni. És úgy gondolom, ez a fajta felújítás, infrastruktúrális fejlesztés a város érdekeit és szolgálja a középtávú stratégiai fejlesztést, hiszen véleményem szerint egy iskolának népesség megtartó szerepet is kell betöltenie. Ha az itt élő szülők megtalálják azokat a lehetőségeket, ami vonzó számukra, hogy a gyermeküket ebbe az iskolába írassák, akkor nem gondolkodnak azon, hogy más településre vigyék el a gyerekeket, vagy esetleg egyházi iskolába írassák be a gyermekeiket. Én úgy gondolom, hogy a nevelő testület kiválóan képzett és sok-sok tapasztalattal rendelkező pedagógus közösség, akik alkalmaznak olyan módszereket is, amelyek elősegítik azt, hogy a gyermekek hozzájussanak, nem csak hozzájussanak szakmailag is a minőségi oktatáshoz, és ezzel párhuzamosan, tehát az infrastruktúrális megújulás, illetve a szakmai munkának is a megújulása, úgy gondolom biztosítja a gyermekek számára a méltányos minőségi oktatáshoz való hozzáférést. Tudunk-e esetleg valamit a másik két tagintézményről, hogy akkor ezek szerint ők most nem fértek bele be első körben ebbe a pályázatba, de itt lesz-e valami? Igen, a Kiskulcsosi Általános Iskolai tagintézményünk is, tagintézményünkben is folyamatban van egy EFOP-os pályázat. Ennek keretén körülbelül 6 millió forint értékben kerül majd sor a digitális eszközök fejlesztésére, amelynek keretében projektorok, laptopok kerülnek beszerzésre. Illetve ugye ott a közelmúltban megtörtént a tornateremnek a felújítása. Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a Zeneakadémia által megírt EFOP-os pályázatban konzorciumi szereplőként közreműködik a pályázat megvalósításában. Ennek keretében intézményünkben támogatásra kerülnek különböző rendezvények megtartása, és kisebb volumenű eszközbeszerzésekre is lehetőség nyílik. Tehát büszkén mondhatom el, hogy igaz, hogy a Kovács tagintézményben kerül sor nagyobb fejlesztésre, de mind a három tagintézményünk ki tudta használni a lehetőségeket ebben az időszakban, hogy az uniós pályázatok valamelyikéből részesülhessen. Akkor várjuk nagy szeretettel az eredményeket. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen az érdeklődést. Én bízom benne, hogy ez mindannyiunk megelégedésére és örömére meg fog valósulni. Bár sok munkával jár, de úgy gondolom, hogy ez a fajta kisebb felfordulás, ez édes felfordulás lesz, tehát közreműködően, együttműködően meg tudjuk oldani a problémákat a gyerekekkel, kollégákkal, szülőkkel, a várossal egyaránt. Tatár János néven beszélgetünk, a kisújszállási székhelyük Kárdos György egyműnek a igazgatóasszonyával. Önöknél mi minden valósulhat meg? Csak választanunk. Jó. Tatár János néven a Kárdos György egymi igazgatóasszonyával beszélgettünk arról, hogy Kisújszálláson és Karcagon mi valósul meg. Köszönöm szépen a szót. A Kárdos György egyminek az intézményvezetője vagyok. El szeretném mondani azt, hogy mindig is innovatív intézmény voltunk, tehát 2005 óta folyamatosan pályázunk. Ebben az évben lehetőségünk volt egy olyan EFOP 316-os pályázatot benyújtani, ami a köznevelés esélyteremtő szerepét növeli, és a súlyos halmozottan fogyatékos gyermekeknek a szakmai fejlesztéséről, körülményeinek javításáról, nevelésoktatási körülmények javításáról, illetve az utazó gyógypedagógusi hálózat fejlesztéséről szól. Erre a pályázatra három feladatellátási helyel pályáztunk, a Székhely intézménnyel, a Karcagi Kárdos György egymi tagintézményünkkel, illetve a Zöldfa út 48 szám alatti fejlesztő iskolánkkal. 135 millió forintra pályáztunk, és ennek a pályázatnak az az érdekessége, hogyha nyertes pályázat lesz, amit nagyon remélünk, utána
utána következhet az infrastruktúra fejlesztő pályázat, az EFOP 416, amin 500 millió forintra szeretnénk majd pályázni, és automatikusan bekerülünk, ha ez nyertes pályázat lesz, ez a szakmai pályázat, ebbe az infrastruktúra fejlesztő pályázatba. Akkor azt gondolom, hogy most szurkolunk, hogy ez sikeres legyen, hiszen az intézményre és az ottani gyermekekre is ráférne ez a fejlesztés. Igen, igen, így van, nagyon ráférne, hiszen folyamatosan emelkedik a tanulói létszámunk. A Székhely intézményben az elmúlt 7 évben több mint 60%-kal nőtt az ellátottak száma. Nagyon nagy az igény az óvodai nevelésre, a gyógypedagógiai óvodai nevelésre, illetve nagyon magas az autizmussal élő gyermekek száma. Múltan évben már 2 óvodai csoportot kellett indítanunk, ahol vannak épértelmű autista gyermekek is, ugyanúgy az autista csoportokban is, ahol az idén már 5 autista csoportunk van, ahol szintén vannak épértelmű autista gyermekek is, akiknek olyan erős az autizmusuk, hogy integrált keretek között sajnos nem nevelkedhetnek, és itt próbáljuk őket autizmus-specifikus módszerekkel megsegíteni, hogy a társadalmi beilleszkedésük megvalósuljon. Hát akkor reméljük, hogy sikeres lesz ez a pályázat, és akkor visszatérünk erre. Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönöm én is! Köszöntöm nézőinket, Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnökével beszélgetünk itt egy karcagi tankerületi központos sajtótájékoztatón, ahol nagyon jó híreket hallhattunk a megyei és a városunk tekintetében is. Sok-sok forrás érkezik azokhoz az intézményekhez, melyek itt vannak a városban is. Igen, örömteli a hír, hiszen a karcagi tankerület nagyon sok iskolájára nyújtott be pályázatot, azt hiszem 13 iskolára nyújtott be pályázatot, mind a 3, vagy 13 iskola nyert, és több milliárd forint értékben. És azért örömteli ez a hír, hiszen nagyon régen vártunk arra, hogy a közoktatásban az iskola épületek, az intézmények is meg tudjanak újulni, hiszen több évtizedes lemaradás van. Fejleszteni kell az épületeket infrastruktúráját, fejleszteni kell az eszközöket, és a kormány nagyon jó ütemben és nagyon jó szemben látta azt, hogy fordítani kell a közoktatásra. Először a pedagógusok bérrendezése, ami elindult már egy úton, egy több évtizedes lemaradást próbálunk évről évre a kormányzattal bepótolni, hiszen emelni kell a pedagógusok bérét, hiszen nem mindegy az, hogy milyen színvonalú az oktatás, milyen megbecsülésű pedagógusok tudják a jövő nemzedékét nevelni, és az sem mindegy, hogy milyen épületekben, milyen iskolákban, ezek mennyire modernek, hogy vannak felszerelve, hiszen a jövő azon múlik, hogy milyen gyermekek nőnek fel, milyen tagjai, milyen felnőttek lesznek a magyar társadalomnak. Nagyon sok iskola nyert, Karcagon is egy 500 millió forintos iskola felújítás lesz. Mindenképpen fel kell zárkóznunk azokhoz az országokhoz, azokhoz a régiókhoz, amelyek előttünk járnak. Vártunk erre, és terveink vannak, hiszen ez csak egy első lépés, hiszen már a fiókban vannak, az asztalon vannak azok a tervek, hogy hogy tudunk intézmény felújításokban, fejlesztésekben tovább lépni, remélhetőleg 1-1,5 év múlva újabb lépcsőfokot tudunk lépni. Azt gondolom, hogy ez azért is fontos, hogy itt maradjanak a tanulók helyben, mert mindenki azt nézi, hogy melyik iskola plusz szolgáltatást, milyenek azok a képzési lehetőségek, milyenek a körülmények, tehát nagyon sok szülő már az alapján is választ iskolát. Így van, az iskolák között is verseny alakult ki. És nem szabad azokat az iskolákat, amelyik akár hátrányosabb helyzetben vannak, vagy olyan településen vannak, amelyének kisebb a lakossága, gyengébb a gazdasága, nem szabad őket magára hagyni. A kormányzat nem is hagyja magára, tehát minden gyereknek szülessen az ország bármelyik részén megfelelő és egyforma oktatási minőséget kell nyújtani, legyen az akár egy kis falu, egy kisváros, legyen az az Alföldön, a Dunántúlon, minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy megfelelő oktatási intézménybe tanuljon, és ez a magyar kormányzat ehhez hozzá is teszi azokat az összegeket, amelyek ezt biztosítani is fogják. És akkor nem fog előfordulni, amit ön is itt elmondott személyes élményként, hogy 40 év után is hasonlóképpen néz ki az a tanterem, ahol ön is vizsgázott egykor zeneiskolásként. Így van, ez az épület nagyon régi épület. Aki zeneiskolában járt Karcagon, az mindenki ismeri, és hát nem volt nehéz itt tájékozódnom, hiszen szinte nem változott semmi, de bízom benne, hogy az iskola fejlesztésekkel
ez az épület is meg fog újulni, tehát a gyerekek olyan körülmények között tanulhatnak, olyan körülmények között kaphatják az oktatást, amelyik a 21. századnak megfelelő, a modern világnak megfelelő, és hogyha jól képzett, ügyes, tehetséges gyermekeink lesznek, akkor biztosítva van Magyarország és az egész nemzet jövője. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen a lehetőséget! Kedves nézőink, most pedig az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek, tartsanak velünk! Köszöntöm nézőinket, a Karcagi Szakképzési Centrum, Varró István szakgimnáziumában beszélgetünk Szabó István igazgató úrral, hogyan is kezdődött az új tanév, mit tudunk elmondani nézőinknek, elindult-e rendesen, volt-e olyan, amit meg kellett csinálni utolsó pillanatban? Hát igen, hát a tanév úgy, ahogy szokott, izgalmasan kezdődött, természetesen nálunk már csak azért is, mert rengeteg felújítás van kilátásban, van folyamatban, tehát nem ért véget ennek a sorozata. Kíváncsian várjuk a folytatást is, ami remélhetőleg hasonlóan sok színű lesz, hiszen még most vagyunk több szaktanterem beruházásában tulajdonképpen, tehát majd most fogjuk a beszerzéseket lebonyolítani, indítandó szakokhoz szeretnénk új szaktantermeket készíteni, tehát izgalmas volt és izgalmas lesz a tanévünk. Egyébként izgalmas mindenféleképpen, főleg ugye itt a tanuló létszám miatt. Mindig ilyenkor izgatott minden iskola, hogy vajon akik beiratkoznak, megjelennek-e, illetve az, hogy érkeznek-e még. A mi szempontból, tunkból ez egy nagyon szép tanévindítás volt, mert az előzetes várakozásokhoz képest jelentősen több 9. évfolyamos tanulót tudtunk fölvenni, tudtunk új szakmákat beindítani, ami azt bizonyítja, hogy jól láttuk a jövőt, szükség van ezekre a szakmákra. Hát tulajdonképpen, hogyha a számokról beszélünk, bár ez folyamatosan változik, akkor az előzetes beiratkozás 63 9-eséhez képest indításkor már 119-en voltunk, 9. évfolyamon. Az iskola létszáma tavalyihoz képest is emelkedett, az összlétszáma is, ami köszönhető annak, hogy szintén felnőtt oktatásban tovább erősödtünk, nagyon komoly szakmákat beindítottunk be, és hát ennek is köszönhető, hát így van ez például, hogy a vállalkozás és bérügyintézés, sőt, hosszú idő után, és látjuk más iskolában, mekkora nehézséget okozott, örömmel mondhatom, hogy államháztartási mérleképes könyvelő képzésre is be tudjuk indítani. És hát azért is bízunk benne, hogy ez még nem zárult le, még a létszám növekedni fog, hiszen valamennyi nappal, illetve felnőtt képzésünkre, felnőtt oktatásban lehet jelentkezni, természetesen itt igyekezni kell részben, azért, mert a létszámok megtelnek, részben pedig azért, mert ugye a nappali képzésben a gyakorlati oktatás az egy rendkívül fontos dolog, és egy idő után már ebbe nem lehet bekapcsolódni, csak hogyha ugyanabból a szakmából érkezik. Úgyhogy úgy tűnik, hogy jól indultunk, és remélem, hogy jól is fogjuk folytatni az évet. Esetleg, miután majdnem dupla lett, hogy így a számokat gyorsan így visszapörgetem, a beiskolázás az a 9. évfolyamon, ez azt is jelenti, hogy esetleg valamilyen támogatást, ösztöndíjat, bármit kapnak a diákok, hogy ilyen vonzó lett az iskola? Nagyon jó a kérdés, pontosan az ellenkezője, hiszen a hiány szakmákból egyetlen egy a villanyszerelő van csak, ahol valóban ez a plusz juttatás megvan, és ennek ellenére inkább hisszük azt, hogy valóban az a beiskolázási marketing az talán beérett. Én bízok benne, hogy az iskoláról az az összkép is, ami esetlegesen az lehetett, hogy hát itt nem is olyan szakmák, most már látják az emberek, igen, olyan szakmák vannak, látják a fiatalok is, tehát nagyon örülünk neki, mert eleinte azért mi is úgy voltunk, hogy nem biztos, más iskolák nem bírják benne, például a villanyszerelő rendkívül nagy gondban vannak, és hát nekünk, én úgy gondolom, hogy gond nélkül ez sikerült, és hát természetesen a klasszikus szakmáink is, azok
futnak tovább. Úgyhogy én inkább ennek tényleg a beiskolázási munkának. Ebben a centrum is részt vett, hiszen nagyon komoly kampányt folytatott, és hát az is fontos, hogy azért tényleg sikerünk, vagy reméljük, hogy sikerült azért minél több hírt adni magunkról. És hát ezt köszönjük a televíziónak is, hiszen azért tényleg nagyon érzékenyen reagáltak a hívásainkra, és ott voltak a rendezvényeinken, úgyhogy ezt köszönöm az iskola nevében is. Most a kollégiumban beszélgetünk, itt történt-e valami felújítás nyáron, vagy várható-e valami? Igen, hát itt most, ami a legutóbb, épp múlt hét pénteken rakták kollégák segítségével helyre itt a dolgozók, teljesen új ágyak kerültek egy szintre, tehát a lányszintünk megújult, két tanulónak a padozata meg lett újítva, fel lett újítva, illetve ki lett cserélve, de itt lesz a következő nagy bontásunk, hiszen itt tankonyhát fogunk kialakítani, már erre megkezdődtek a beszerzések, tehát az is jó úton halad, és a pincér képzést is szeretnénk beindítani, tehát remélhetőleg jövőre már nem kell a harcegi gyerekeknek és környékbelieknek elmenni, hogyha a szakács vagy pincér szeretnének lenni. Úgyhogy itt a kollégiumban is folytatjuk a felújításokat. Egyébként számos terv van, és úgy tűnik, hogy a fenntartó anyagi forrásokat is elő tudja teremteni arra, hogy a későbbiekben is ezt tovább folytassuk, tehát más szintekre is kiterjesszük a bútorzatnak a cseréjét, vizes blokknak a kijavítását. És hát el kell mondjuk, hogy mindenre azért van pénz, mert pontosan a főelnőtt oktatásból visszajutó pénzt a centrum így juttatja vissza intézményeinek, hogy tudjanak boldogulni és ebből tudjanak fejlődni. Akkor ugye a szavait hallgatva azt gondolom, hogy most nyugodtan aludt itt az utóbbi napokban, hiszen akkor minden biztosított volt a sikeres kezdéshez, most már csak a diákokon múlik minden. Hát igen, a diákokon, meg hát természetesen majd rajtunk, hát azért van még feladat, amit be kell fejezni, vannak munkálatok, amiket bizony még be kell fejezni, de pontosan most győződhettek meg a kollégák is arról, hogy nem érdünk meg semmilyen kihívástól, és igen, vannak még nyilván befejezendő dolgok, de hát ez szükséges, leküzdendő feladat. Akkor sikeres tanévet kívánunk, köszönjük szépen! Köszönöm szépen én is a kollégáim nevében is. Köszöntöm nézőinket, Orvos Tóth Ernével beszélgetek, hiszen a Kovács Mihály Huszárbandérium tagjai egy nagy megtiszteltetés révén Kazaksztánban az asszonyi expón járhattak. Mit szóltak a felkéréshez, amikor ezt megkapták? Hát nagyon megtiszteltően éreztük, és hát elgondolkoztunk rajta, hogy ez az első külföldi szereplésünk, vagy megjelenésünk, és hát kellően hozzá készültünk, új csizmákat csináltattunk, ruhákat rendbe rakattuk, hogy úgy nézzünk ki, ahogy kell, szabjákat políroztattuk, tehát neki készültünk rendesen, aztán menet közben kiderült, hogy szabjákat nem lehet bevinni a területre, mert még egy lekváros üveget se lehetett bevinni, nem úgy egy szabját, tehát erős biztonsági intézkedések voltak. Az utazás az kicsit körülményes volt, mert átszállással mentünk Isztambulon keresztül, és innen a repülő már 2 óra késéssel indult. Mikor megérkeztünk Isztambulba, egy török ügyintéző elébünk át elordította magát, hogy Asztana, és futó lépésbe 60 ember követte. Ez mindenki minket nézett. Aztán meg is lett az eredménye, mert az én bőröndöm huszárruhástól, csizmástól, mindenestől elveszett. Majd hazafele kaptam meg, mikor jöttem haza. Asztana az egy rendkívül érdekes hely. A folyó válasza ketté a régi és az új városrészt. A régi ez egy ilyen szovjet szocreál stílusba épült, a legrégebbi épület, amit láttam, az 1875-ös cári időkben épített épület volt. A többi ilyen újkori betonból, de adtak a díszítésekre is, tehát nem ez a sivár beton épületek voltak, hanem díszítettek voltak. A folyó másik oldala az egy tündérvilág, tehát azt nem is lehet fel se fogni. Mikor megáll az ember egy ilyen épület előtt, azt hiszi, hogy talán nem lát jól, mert mintha festményt látna. Tehát olyan szépek az épületek, hátul a kék égbolt felhőkkel,
óriási sugárutak, négy sáv arra, négy sáv vissza, gyönyörűen kivilágítva, a út mellett virágok, virágzó virágok, tehát minden nagyon szép, szemetet nem láttam. Az expo területén ültem egy kioszk előtt, és láttam, hogy leesett egy fél sült krumpli. Jött egy egyenruhába lévő hölgy, megnézte, elővette a rádiótelefont, ment tovább, egyszer megjelent egy takarítónő, levadászta a fél sült krumplit, következő alkalommal egy szalvétát figyeltem, mondom, meddig lesz ez itt a földön, nem kellett neki 5 perc, már jött valaki, aki feltetett, szemetet abszolút nem lehet látni. Az expo az maga csodálatos, bemutatkozik ott a világ majdnem minden része. A mi szerepünk az volt, hogy a magyar napra próbáljunk toborozni nézőket. Ez végül is, én láttam egy kis videót, ami fölkerült a közösségi oldalra, tehát azért mondjuk el, hogy kik voltak még ezen a toborzáson, hiszen a huszárok mellett még mások is voltak. Igen, a toborzáson tulajdonképpen huszárok voltak, akik vezették a csapatot, kunkapitányok, közte Benes Anyi, Horváth Gyuri, tehát 3 kunkapitány volt, és a légierő zenekarából 12 fő, akik a talpalávalót húzták, hát indulókat, meg különböző számokat játszottak. Óriási sikerünk volt. Előtte való nap én láttam 3 afrikait, vagy 4-et, akik ott fűszoknyában, meg grafiaszoknyában táncolgattak, hát kevés sikerrel. Mi utánunk vonultak az emberek. Nyilván ebben az is benne van, hogy ez a kazak egy ilyen harcias nép, benne van a régi hagyományok, ugye a cári időből, katonaság, egyebek. Ahol megálltunk, mindenütt körülvettek bennünket, fényképezkedtek, tehát nagyon jó érzés volt Kazasztánban lenni. Különösen, mikor mondtuk, hogy mi bizony kipcsákok vagyunk, na hát akkor aztán mindenkinek megolvadt a szíve, és körülvettek bennünket, tehát nagy sikere volt a magyar kiállításnak. Tömegek álltak a kiállítás előtt, a pavilon előtt, játszott a légierőzenekara, utána a Jászsági Népi Együttes táncolt, tapsoltak az emberek, tehát megható volt nagyon. És hát azért lehetett látni karcagi dolgokat is, meg lehetett látni turkeveiket is, tehát azért a megyét azért felölelt ez az egész kiállítás. Igen, hát voltak ott, akik bemutatták, hogy hogy kell a kunsági hímzést csinálni, akkor kutatóintézetektől voltak ott, akik a fajta nemesítéssel foglalkoztak, és hát próbálják ajánlani a magyar vetőmagot, ami azért világszínvonalon is megállja a helyét. Nagyon szép volt a pavilon belseje, egy életfát szimbolizált, és hát különböző lehetőségeit a falnak, feldolgozásnak, egyáltalán a napenergiát, hogy a növényzet hogy tudja megkötni, és ezt későbbiek folyamán hogy lehet felhasználni. Ezt próbáltuk bemutatni magyarok. Szerintem színvonalas volt. Én voltam más kiállításokon is. A németeknél volt egy érdekes rész, ami egy ilyen a föld meg a naprendszer elmúlását próbálta bemutatni. Aki nem értette, hogy miről van szó, az nem tudta, hogy mi ez, hogy a fekete lyuk hogy nyeli el a világ mindenséget. Tehát ehhez kellett valami kis felfogás ahhoz, hogy tulajdonképpen mit látunk. Más kiállító helyeken nem nagyon voltunk, mert nem volt időnk. De akkor, ahogy így hallgattam, ez nagy élmény volt, és egy vissza lehetne, gondolom, menni azért csak úgy szétnézni, megnézni ezt a álomvárost, tehát gondolom erre azért nem nagyon volt lehetőség. Hát volt egy városnézés, de tulajdonképpen 2 órába próbáltuk belefoglalni. Visszamenni érdemes volna, hiszen nem nagy pénzért el lehet jutni Kazasztánba. Erősen hiányát érzem az akkori orosz tanulásnak, amit elblicceltünk. Érdekes módon a fiatalok odakint angolul majdnem mindenki tud. Német nyelvvel próbáltam, de hát az reménytelen. Valami kis angol tudásommal beszélgettünk ott kazakokkal. Érdekes színfolt volt, hogy a szállodában, ez egy 5 csillagos
Ramada Hotelnek nevezett szálloda volt. Esküvő volt szombat este, és Mészáros Laci jött ki a szálloda ajtón. Mi ott beszélgettünk három kazakkal, angolul, oroszul, mikor, hogy sikerült. Elmagyarázta, hogy ő Almatából jött, és hát egy olyan iskolának a dolgozója a felesége, aki magyar emberről lett elnevezne. Mondom neki, hogy Mándogi Kongor Istvánról. Azaz, azt mondja, ismertem. Hát mondom, jó barátságban voltunk annak idején. Mekkora meglátta hogy Mészáros Lacit, azt mondja, én meg téged ismerlek. Laci meglepődött, igen? Hát lehet, azt mondja, 4 évvel ezelőtt jártam itt. Azt mondja, de nem itt, hanem Almatiba tanálkoztunk, Almatiba. Kiderült, hogy Laciék bemutatót tartottak, és ott tanálkoztak, és visszaemlékezett rá, tehát számon tartanak bennünket, azt is lehet mondani. Akkor ezek szerint a pusztai rókákot mély nyomot hagytak a kazakokban. Egyébként a kik voltak még kint, hiszen Mészáros Lacit már említettük, de azért volt még a csapatból más is. Mészáros Laci, ő mint vezénylő tiszt, tehát ő szokta parancsokat kiadni. Szentesi Lacival voltunk, ő közhuszár, hát meg én, aki szervezőként szoktam működni a huszárbandériumnál. Mikor fogjuk legközelebb látni a bandérnyomot? Gondolom az október 23-a. Október 6-án lovas szolgálat szokott lenni, 3 fővel. Lehet, hogy most többen leszünk, mert hál' Istennek gyarapszik a bandérium, 9 fővel vagyunk már. Így sokszor problémát okozott a megjelenés, de így már lazultak a dolgok, mert az egyik nem ér rá valamilyen oknál fogva, a másik be tud ugrani. És a következő a 23. rendezvény, a zászló felvonáson szolgálni szoktunk. Én azt kívánom, hogy azért megvolt az első külföldi út, akkor még sok kövesse, és akkor még a bandérnyomot sokszor lássuk itt különböző rendezvényeken. Hát mi örülnénk neki, és igyekszünk helytállni minden ilyen alkalommal. Úgy gondolom, hogy egyrészt Kovács Mihálynak a emléki ápolása, illetve hát hagyománynak az ápolása, ami nem őrzés, hanem ápolása, ami a feladatunk. Ez tulajdonképpen egy ilyen hasadtudod állapotot okoz, mert a számítógép előtt is ott ülünk, és számítógépes programokkal dolgozunk, illetve hát nem révedünk a múltba, hanem próbáljuk felidézni azokat az ősöket, akik valamikor tettek valamit ezért a hazáért. Jó munkát kívánunk a bandérjumnak! Nagyon szépen köszönjük! Köszöntöm nézőnket, Gyökeres Sándorral, Szent Anna és Ámmel középiskolai kollégium igazgatójával beszélgetünk. Gondolom egy picit igazgató úr, mert megnyugodott, hiszen elindult a tanév. Hogyan sikerült a tanévindítás? Köszöntöm a televízió nézőit. A tanév valóban megkezdődött, a tanulók beköltöztek a kollégiumba, és az első tanítási órák is megindultak. Én azt gondolom, hogy a szokásos ütemben, hát rutinosan olajozottan indult ez az év, és véleményem szerint egy eléggé sikeres évet is tudhatunk, vagy kezdhetünk most, hiszen tanulóinkkal sikerült az osztályokat feltöltenünk, és a szokásos szakokat, amiket hirdettünk, tulajdonképpen indítani tudjuk. Van esetleg olyan szak, ami igényre indult, tehát hogy volt rá igény, és akkor önök a feltételek adottak voltak, és úgy indították el? Az előzetes hát egyeztetés vagy engedélyeztetési eljárás során a fenntartónk határozta meg, hogy mely szakoknak az indítását engedélyezi. Ez 2 gimnáziumi osztály, ahol az egyikben emelt idegen nyelvet, németet vagy angolt, a másikban pedig belügyi rendészeti fakultációs képzést folytatunk, és 2 hát szakgimnáziumi osztályt indítottunk, az egyikben csak tisztán mezőgazdasági gépésztechnikusokat képzünk, a másikban pedig élelmiszeripari és környezetvédelmi technikusok tanulnak majd. Kollégiumi elhelyezés, aki kért kollégiumot, sikerült-e biztosítani? Igen, többségében sikerült, a kollégium ugyan teltházas, nagyon kevés esetben kellett azt mondanunk, hogy átmenetileg oldják meg a bejárást 1-2 esetben, de ők meg közel is laktak, tehát meg is tudják oldani ezt a feladatot.
Nem tudom, hogy az új tanulók innen a környékről érkeztek, vagy van esetleg messzebbről érkező diák? Hát egy olyan 70-80 kilométeres átmérőjű körből érkeztek a diákjaink. Vannak, akik egész közelről, de van szolnoki, törökszentmiklósi, sőt, még Salgótarjából is érdeklődtek. Nem tudom, hogy az mondjuk mennyire lesz komoly, de onnan is tervezték, hogy hozzánk jönnek. Itt más iskolában is hallottuk már, hogy azért még képlékeny a tanév kezdés, hiszen még érkezgetnek diákok, akik úgy döntenek, hogy mégiscsak itt kezdik. Tehát meddig fogadnak még el új jelentkezőket? A gimnáziumban, mivel ott a beszámíthatóság erősebben működik, ott tulajdonképp tanév közben is lehetséges az iskolaváltás. A szakgimnáziumi képzésnél a szakmai gyakorlatok szabnak ennek határt, hogy a szakmai gyakorlatokból mennyi az, amit hiányzott. Én úgy gondolom, hogy 2-3 hétig még elképzelhető, hogy ezekben az osztályokban is jelentkeznek, vagy átjelentkeznek tanulók. Akkor ez majd ezután ki fog derülni, hogy van-e, aki most gondolta meg, hogy szemtanai szeretne lenni. Volt a nyáron valami felújítás, vagy inkább csak a tisztasági meszelés? Természetesen nagyon sok minden történt a nyáron, hiszen ha más nem, akkor egy nagy 8000 négyzetméteres alapterületű műfüves pályát avattunk, amely a mindennapos testnevelésünket is megközelíti, vagy megkönnyíti, mind a mellett persze a város számára is lehetőséget jelent, hogy a városi futball fellendítésében, gyakorlási, edzési lehetőségeiben lehetőséget adjon. Ezen kívül természetesen nagyon sok munkát végeztek a karbantartóink, felújítottak épületeket, elvégezték a betakarítási munkákat, illetve a különféle nyári karbantartási feladatokat végezték el, termekben bútorok javítása, festés és meszelésedek. Tehát akkor itt is nyugodtan indulhatott a tanév. Mi lesz az első rendezvény? Az első rendezvényünk az a Szent Annai Napok rendezvénye lesz október második hetében, amely egy kétnapos rendezvény, és egy kicsit majd ebben az évben szakítani fogunk a eddigi hagyományokkal, és a környező diákokat is megszólító, komolyabb bemutatkozó rendezvényét tervezzük alakítani. Gondolom, hogy ez is már a leendő beiskolázáshoz kapcsolódik, hiszen azért minden nap lehet már új diákokat keresni, tehát azt gondolom, hogy elkezdődött ugye az új tanév, de már a következő tanévre készül az iskola is. Természetesen így van, hiszen a beiskolázási tevékenységhez hozzátartozik, hogy azt a választékot, azokat a lehetőségeket, amiket az intézmény tud nyújtani, megismertessük a környező települések, és természetesen elsősorban Karcag lakosságával, és elég sok változás lesz az intézmény életében. Én azt hiszem, hogy sok újdonsággal tudunk majd szolgálni. Esetleg a felnőtt képzés terén lesz-e valami újdonság, vagy változás, vagy várnak-e esetleg felnőtteket tanulni? Felnőtt képzési tevékenységet folytat az intézmény, ez azonban elsősorban tehát nem ilyen érettségit adó képzés, hanem különféle felnőtt képzési pályázatok eredményeképpen elnyert ingyenes képzési lehetőségeket jelent. Tehát érettségit adó képzésünk, felnőtt képzésünk nincsen. Akkor azt gondolom, hogy érdemes az iskolában a felnőtteknek is érdeklődni, hogy milyen képzéssel lehet jelentkezni. Én sikeres és eredményes tanévet kívánok Önöknek. Köszönjük szépen! Jó napot kívánok mindannyiuknak, tisztelt elnök úr, polgármester úr, főigazgató úr, kormány megbízott asszony, államtitkár, hölgyek és urak. Én is köszöntök mindenkit, és köszönöm polgármester úrnak a kedves szavakat. Én magam is mindig örömmel jövök Szolnokra, hiszen életemnek két szakaszában is, mint munkavállaló kapcsolódhattam, és ideiglenes szolnoki lakos a város életéhez. Ez nem jelenti persze azt, hogy mindenki, aki Szolnokon dolgozik, az majd valaha kormánytag lesz, de a csábító lehetőséget ez azért megadja. Tehát ahogy szokták mondani, voltam én rendes ember is, igen, Szolnoknak sokat köszönhetek, és Szolnoknak sokat köszönhet az ország is, hiszen Szolnok egy jó példa arra, hogy a rendszerváltozás utáni gazdasági átalakulást, ha egy városnak van világos, határozott koncepciója, van gazdasági fejlesztésre elképzelése, akkor túl lehet élni, át lehet vészelni, és képes arra egy város, egy szűkebb vagy tágabb régió is,
hogy a piacgazdaság körülményei között is megtalálja a helyét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Gyakran idézett gondolat, hogy a szervezetek életében semmi sincs, ami nehezebben megvalósítható lenne, mint a dolgok újrendjének bevezetése. Mégis a jövőben a változások felgyorsulása okán minden vállalatnak, minden intézménynek fel kell készülnie az ezekhez való gyors alkalmazkodásra. Minden sikerre törekvő emberre és minden sikerre törekvő intézményre, vállalkozásra vagy szervezetre nézve igaz, hogy eredményt csak akkor tudunk elérni, hogyha felkészülünk a jövő kihívásaira. Ez rávilágít arra is, hogy a dolgok régi rendjének megváltoztatása rendkívül nehéz, tervezést, felkészülést, elkötelezett végrehajtást kívánó feladat. Mi mindannyian, akik itt vagyunk, mindazok, akik a szakoktatásban, illetve a szakoktatás fejlődésért dolgoznak, igazolhatják ezt az állítást. Ahogyan azt is, hogy egy olyan a magyar gazdaság szempontjából kiemelkedően fontos terület átalakítása, mint amilyen a szakképzés, valóban emberpróbáló feladat. Ezért fontos, hogy lássuk, az elmúlt évek munkájával komoly eredményeket tudtunk elérni. Időtálló az a célkitűzésünk, amit profán módon úgy fogalmaztunk meg, hogy minden diák használható tudással kerüljön ki az iskolából, ezeket az intézményeket olyan tudással hagyják el, amelyekkel képesek elhelyezkedni, képesek az életben a helyüket megtalálni. Olyan tudással, hagyd tegyem hozzá, amely a gyors ütemben fejlődő magyar gazdaságban is elhelyezkedésre tud mindenkinek esélyt adni, és olyan tudással, amire egy változó gazdaságnak szüksége van. A jó szakképzés a változásokhoz való alkalmazkodásokra felkészít. Azokat a készségeket erősíti meg a diákokban, amelyek képessé teszik őket arra, hogy egy folyamatosan, dinamikusan változó gazdasághoz, technológiai környezethez tudjanak alkalmazkodni, és ott megállják a helyüket. Mára talán elmondhatjuk már azt, hogy az elmúlt évek változásai, amelyek jó néhány évre nyúlnak vissza, megteremtették az ehhez szükséges intézményrendszert, létrejött az ehhez szükséges jogszabályi háttér, megvannak azok a szakképzési centrumok, amelyek folyamatosan alkalmazkodni tudnak helyi szinten ezekhez a változásokhoz, és megvan az esély arra, hogy mindehhez olyan gyakorlati képzést kapcsoljunk hozzá, amely valóban az élethez tudja hozzáigazítani, hozzátenni a képzési lehetőségeket. Köszönöm ezúton is mindazoknak, ennek az országos tanítónak a keretében, akik az elmúlt években azért dolgoztak, hogy ez a változás megtörténjen. Nagyon sok embernek kellene külön-külön is köszönetet mondanom. Én szeretném az itt dolgozókon keresztül mindenkihez eljutatni, hogy a magyar kormány és a partnerként együttműködő kereskedelmi és iparkamarával együtt hálásak vagyunk mindenkinek azért, hogy ebben az átalakulásban kivette a részét, ebben az átalakításban részt vett, és köszönöm mindenkinek, hogy kész arra, hogy ez a munka folytatódjék. Hiszen szeretném hangsúlyozni, hogy a magyar gazdaság szempontjából egy kulcs területről van szó. Minden eddiginél fontosabbnak tartom, hogy a szakképzési rendszerünk megfeljen ennek a változó gazdasági igénynek, és megfeljen annak a jövőbeni elképzelésnek, amit cégek, vállalkozások, kamaraintézményrendszer és a magyar kormány és a gazdaság következő évekbeli átalakulásáról gondol. Hiszen, ahogy mondtam és amire utaltam is, a magyar gazdaság növekedése nem fog lassulni, nem fog megállni. A versenyképesség javításával, a hatékonyság javításával hiszünk abban, hogy könnyebbé tudjuk tenni a magyar emberek boldogulását. Ezért a kormány, ahogy eddig is, úgy a jövőben is kiemelten támogatja a szakképzést, együttműködve a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával. A változások természete azonban azt követeli meg tőlünk, hogy felkészüljünk a további változásokra. Ahogy utaltam is rá, használható tudás, ami nem csak azt jelenti, hogy a tudás anyagnak kell megváltozni és ennek a képzési rendszernek, hanem azt is jelenti, hogy szeretnénk minél több diák számára, minél többeknek biztosítani a szakképzési rendszerhez való hozzáférést. Tisztelt Hölgyeim és Uraim,
A magyar gazdaság jelenlegi helyzetében látszik csak igazán, hogy milyen fontos volt idejében megkezdenünk a szakképzés átalakítását. Köztudott, hogy a foglalkoztatás terén már nem a munkanélküliség jelenti Magyarországon a legnagyobb gondot, hanem a megfelelő végzettséggel és tudással rendelkező szakemberek számának az emelése. A gazdaság kiemelkedő ütemben bővül, minden eddiginél nagyobb szükség van tehát a jó és gyakorlati szaktudással rendelkező szakemberekre. Az ő számukra ugyanakkor a lehetőségek is gyors ütemben bővülnek Magyarországon. Három okot szeretnék erre érvként fölhozni. Az elmúlt évek kormányzati intézkedései stabilizálták a gazdaságot, az államháztartás, és emellett 2017 első felében tovább bővült a gazdaság növekedési üteme. 2013 első 6 hónapjához viszonyítva, tehát egy 4 évvel ezelőtti állapothoz képest, 14%-kal haladta meg a gazdaság teljesítménye 2017 első felében a 4 évvel ezelőttit. Tehát a gazdaság egy bővülési pályán van, a mértéke, a növekedés mértéke meghaladja a korábbi várakozásokat is. Ez mindenképpen további lehetőséget fog nyújtani mindenkinek, aki a gazdaságban képzeli el a jövőjét. A második ok, hogy az elmúlt 7 esztendőben több mint 700 ezerrel több munkavállaló dolgozik Magyarországon, mint a korábbi időszakban. Éppen tegnap jelentette be a statisztikai hivatal a legújabb adatokat, 4,2% a munkanélküliségi arány, ez azt mutatja, hogy ha a gazdaság ilyen ütemben bővül tovább, a munkanélküliség tovább fog csökkenni, és több munkavállalóra lesz szükség. Ez egyébként 27 éve a legmagasabb érték, tehát mióta mérik ezt Magyarországon egyáltalán, azóta nem beszéltünk ilyen magas foglalkoztatottságról. 4.434.000 embernek volt munkája idei első fél évben, és bízunk abban, hogy ez tovább fog bővülni. A harmadik ok pedig, ami miatt azt mondhatom, hogy újabb lehetőségek fognak megnyílni, arra vonatkozik, hogy Magyarországon szerencsére nem csak a munkahelyek száma bővül, és nem munkanélküliség csökken, hanem ezzel párhuzamosan a reálbérek növekedése is most már 4 éve töretlenül nő. Ez azt jelenti, hogy 2016-ban, erről vannak teljes éves adataink, a bérek csaknem 24%-kal értek többet, mint 2010-ben az akkori kormányváltáskor. Csak akkor van értelme a gazdasági növekedésnek, a gazdaság bővülésének, ha nem a makrogazdasági számokban akarunk gyönyörködni, hanem mindenki számára a jobb élet minőségét, a jobb élet lehetőségét kínálja a gazdaság bővülése. A kormány természetesen azon van, hogy ez a bér növekedés a következő évekre is megmaradjon, és ez mindenki számára érzékeltő legyen. Ezért is volt fontos tavaly novemberben a 6 éves bérmegállapodás megkötése a munkaadókkal és a munkavállalókkal. Olyan pályán kell tartani a gazdaságot, hogy mind a munkaadói oldal, mind pedig a munkavállalói oldal egyaránt érzékelje ennek a növekedésnek a hatását, és emellett pedig érzékelhessük azt is, hogy a magyar gazdaság versenyképesebb, hatékonyabb, mint a korábbi időszakban. Tehát épp az eheti adatok mutatják és támasztják alá, a bérnövekedés nem csökkentette a magyar gazdaság versenyképességét, magasabb lett a növekedés, több embernek van munkája, mint korábban, a keresetek pedig magasabbak, mint egy évvel ezelőtt. Ez tehát azt mondatja velem, hogy igenis lehet olyan gazdaságpolitikát folytatni, amikor a bérek növekedése párhuzamosan a gazdaság növekedésével is együtt jár. Az a célunk továbbra is, hogy a gazdaság felzárkózzon a fejlettebb országokhoz, azt a hátrányt, amit a legfejlettebb ipari országokhoz képest még elszenvedünk, ezt ledolgozzuk, a felzárkózást pedig felgyorsítsuk. Ezért fontos, hogy az a kormányzati program, ami a szakképzésre vonatkozik, szintén folytatódjon, ez pedig a hazai szakképzési rendszer további fejlesztését igényli. Olyan lépéseket kívánunk megtenni a közeljövőben, amely folytatja az átalakítást, bővíti a szakképzést választóknak a lehetőségeit, szélesíti és még inkább a gazdaság igényeihez igazítja a szakképzési rendszernek a működését, dinamizálja és rugalmasabbá teszi a képzési rendszert, elősegíti az itt dolgozók, a pedagógusok digitális kompetenciájának a bővítését, és nem utolsó sorban hozzá tud járulni egy korszerű iskolai környezet kialakításához. Mindezen feladatok megvalósítása persze forrásokkal is kell, hogy együtt járjon.
Ami a korszerű intézményi háttér megteremtését illeti, ennek érdekében szeretném bejelenteni, hogy egy 10 éves intézmény fejlesztési tervet készítettünk el, ezt hamarosan lezárjuk ennek a munkálatait, amelynek megvalósítását már ebben az évben el fogjuk kezdeni. A program kerete arra vonatkozik, hogy minden szakképzési rendszerben lévő intézményt meg tudjunk újítani. Erre rendelkezésre álló keretösszeg 10 milliárd forint, ebből fogjuk a programot idén elindítani, és nagyon bízom benne, hogy 10 év alatt a teljes szakképzési rendszer iskolai hálózata felújításra kerül. Ugyanakkor az állagmegóvás mellett fontosnak érzem azt is, hogy ez az infrastruktúra fejlesztési program tartalmazzon olyan intézményfejlesztési bővítéseket is, amelyek lehetővé teszik azt, hogy egyrészt 21. századi modern infrastruktúrát kapjon minden iskola, másrészt pedig, hogy az átfogó intézményfejlesztési terv együtt járjon a szakképzési rendszer intézményhálózatának a megújításával. Igen, szeretnénk, hogyha minden szülő, aki a gyermekét szakképzési rendszerbe akarja járatni, és minden gyermek, minden diák, aki ezt választja, jó érzéssel választhassa ezt az intézményrendszert. Azt az intézményrendszert, ami igénytelenséget, lepusztultságot áraszt, azt nem szívesen választja senki. A szüke pátriámból hozhatok egy példát, szolnoki példákat most nem akarok mondani, mert ilyen valószínű nincs is. Mindig elszomorodva látom, amikor szülővárosomba Karcagra hazamegyek, hogy mondjuk az egyik szakképző intézménynek a kollégiuma, ami a Varró utcán van, hogy jobban be tudják azonosítani. A lépcsők töredezettek, ha ránéz az épületre az ember, akkor elszomorodik a szíve, és sajnálja azokat, akik ebben a kollégiumban kell, hogy a szakképzési rendszerben részt vegyenek. Nem csak mindig pénzkérdésen múlik a történet, hiszen egy lépcsőnek a rendbehozatala, hogy ott senki ne törje ki a nyakát, akár azon is múlhat, hogy az odajáró gyerekek egy része a szakképzési képzés részeként mondjuk egy rövid kis könyves oktatással a lépcsőt rendbe hozza. Szeretnénk tehát, hogyha az igényesség is megjelenne a szakképzési rendszeren belül. Még egyszer mondom, persze tudom, hogy a nagyobb dolgokhoz pénzre van szükség, forrásokra van szükség, ez is rendelkezésre fog állni, de kérem a kollégákat, a szakképzési centrumoknak a vezetőit, hogy nézzenek körül a szűkebb portájukon, és mérjék föl, hogy hol van szükség olyan átalakításokra, amihez forrásokat kell igényelni, és hol van szükség olyanra, amihez lehet, hogy a helyi intézményvezetővel együttesen hozzá tudnak látni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Természetesen mindezekhez az átalakításokhoz továbbra is partnerként számítunk a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarára, hiszen be akarjuk vonni a vállalatokat a szakképzés rendszerébe sokkal mélyebben, mint korábban. Gyakorlati képzést alapvetően a vállalati partnereken keresztül szeretnénk hosszú távon mindenki számára lehetővé tenni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a munkáltatók is egyre aktívabb szerepet vállaljanak és vállalhassanak ebben a rendszerben, és ehhez fog további lehetőséget adni az ágazati készségtanácsok kialakítása, amelynek a keretében az oktatás tartalmára és formájára nézve is egy szorosabb együttműködés kialakítására lesz lehetőség az oktatási rendszer és a vállalkozások között. Hölgyeim és Uraim, szép időt fogtunk ki, ezt akik már korábban ott itt ülnek ezeken a helyeken, tapasztalhatják, egy felhő sincs az égen, úgyhogy én is gyorsan befejezem ezt a köszöntőmet. Azzal kezdtem, hogy új dolgokat nehéz megvalósítani, de nem megkerülhető feladat. Önök egy olyan igen erős változásnak és fejlődésnek kitett területen dolgoznak és tanulnak, amely éppen ezért lendületet adhat és sikereket ígér. Hiszen, mint ahogy Széchenyi mondta, a múlt elesett hatalmunkból, a jövendőnek viszont urai vagyunk. Magyarországon jelenleg nem túlzás azt állítanom, az egyik legfontosabb feladatunk, hogy a jövő érdekében el kell végeznünk a szakképzési rendszerünk megfelelő működtetését és átalakítását. Közös befektetésünk ez a jövőbe. A magyar embereké, a nálunk működő vállalkozásoké. A szakképzésből kilépők képességei, az ezekből, az iskolákból magukkal vitt érték, az itt kialakult hivatástudatuk határozza majd meg, hogy Magyarország fejlődésének a lehetőségei meddig nyúlhatnak. És ezzel azt is, hogy hazánk, Magyarország miként tudja megállni a helyét a nemzetek versenyében, a világgazdasági versenyben.
Ezeket a gondolatokat előre bocsájtva kívánok mindenkinek sikeres és eredményes tanévet, és ezennel a 2017-2018-as tanévet megnyitom. Köszönöm a figyelmet! Kedves nézőink, most Háttér című magazin műsorunk külön kiadása következik Tomaj monostorai körképünkkel. Üdvözlöm Fazekas Szabolcsot, Tomaj monostora polgármesterét. Mit lehet tudni a településről? Polgármester úr mióta polgármester itt a községben? Milyen fejlesztéseket csinált itt a községben, illetőleg milyen pályázatok az aktuálisak most Tomaj monostora életében? Tisztelettel köszöntöm én is a Karcag TV nézőit. Én a harmadik ciklusomban vagyok már polgármester Tomaj monostorán, 2006 őszén választottak meg a településen. Azóta folyamatosan fejlesztjük, egy elég erős, ütőképes csapatom van, mind tenni akar a Tomaj monostoráért. Az előző két ciklusban körülbelül 1-1 milliárd forint fejlesztési forrást tudtunk hozni a településnek. Ez egy, én úgy gondolom, egy nagyon nagy szám, egy 730 fős településen. Körülbelül évente beadunk 15-20 pályázatot, ebből jó esetben 2-3 nyer, és akkor azokat újraindítjuk. Vannak olyan projektjeink, amit háromszor adtunk be, és akkor a harmadik alkalomra sikerült. Ebben az évben én úgy gondolom, hogy egy ilyen erőgyűjtés éve volt, rengeteg pályázatot beadtunk, és hát sokat sikeresnek értékeltek. Három csoportba bontanám a pályázatainkat, az egyik a topos források. Itt három nyertes pályázatot tudok beszámolni. Ez egy mindhárom olyan pályázat, ami régi vágya volt a településnek. Az első egy 100 millió forint bruttó összegű pályázat. Ez egy orvosi rendelő és védőnői szolgálatnak a kialakításáról szól. Orvosi és védőnői praxisunk a szomszéd településsel, Tisza Szent Imrével együtt van, ott egy 300 fős település részük Újszentgyörgy tartozik hozzánk. Tehát Tomaj monostorán és Újszentgyörgyön látunk el orvosi, közveti orvosi és védőnői feladatokat. Hála Istennek be van töltve az orvosi praxisunk évek óta, és helyben lakó orvosunk van, amit előzőleg 27 évig nem mondhatott el a település magáról. Tehát ez is úgy gondolom, hogy egy önmagáért beszélő dolog, és hát most ebből a projektből megcsináljuk ezt a védőnői szolgálatot, valamint az orvosi rendelőt, és az orvosi szolgálati lakásnak pedig egy ilyen külső hőszigetelése, felújítása, ami már igen esedékessé válik, ez valósul meg. A másik ugyanilyen régen várt pályázatunk, az egy ilyen közlekedés fejlesztéses pályázat. Itt Fegyverneki Önkormányzattal konzorciumba pályáztunk, másik 5-6 településsel még. Itt gyalogátkelőhelyek létesülnek az óvoda iskola előtt, illetve az ebédlő előtt. Ez nagyon fontos, mert gyakorlatilag a falu szerkezetileg a főútra települt rá, és hát itt a 32-17-es főúton rengeteg forgalom van, egy reggeli iskolába induló gyerekeknek, vagy szülőknek azért egy nagy segítség, ha lesz egy gyalogátkelőhely. Valamint itt a településnek a központjában parkolókat létesítünk, itt egyre több jármű van, hála Istennek, a településen, és így itt a ügyintézés céljából itt a posta iskola környékén parkolók lesznek kialakítva. A harmadik pályázatunk egy iskola felújításos pályázat, egy ilyen energetikai jellegű pályázat. Nagyjából mióta polgármesterek minden évben csináltunk valamit az iskolán. Ez most egy hőszigetelés kiegyenlítés lesz, még egy 6 centis hőszigetelő réteget tesznek a felületre. Az ablakokba az üvegeket cserélik ki, a radiátorokat lesz egy kondenzációs kazán beépítve, illetve egy tetőszigetelés. Ez egy 50 millió forint. 50,1 millió forint összeg, bruttó összeg. Ezek a topos forrásaink. A topos forrásainkon kívül vannak még más eredményes pályázataink is. Nyertünk egy 34 millió forintot, egy irattár, illetve egy ilyen helység építésére, amiben szeretnék a közmunkásoknak majd helyet adni egy baleseti oktatásnál, esetleg
délutánonként a nyugdíjas klubot össze tudna jönni. Tehát ez egy ilyen projekt lenne. Az irattárunk az nem megoldott évek óta. Dohos rossz körülmények között tárolunk régi iratokat, és ez nem egy szerencsés dolog. Ez itt fog a polgármesteri hivatal mögött a parkban létesülni ez az épület. Ezt a belügyminisztériumtól nyertük a tavalyi év folyamán, most van folyamatban a közbeszerzési eljárás, és hát reményeim szerint itt október körül eredményt tudunk hirdetni, és át tudjuk adni a kivitelezőnek a munkaterületet. A harmadik pályázati csomagunk, ezek itt különféle ilyen vidékfejlesztési források. Itt be van adva most nekünk egy konyhafelújításos pályázatunk, egy piac bővítő pályázatunk, itt szeretnénk egy hűtőházat a piacon létrehozni, és hát ennek várjuk az eredményét, valamint van egy földút pályázatunk. Én azt gondolom, Tomály mostanában példaértékű volt, a gazdák megkeresték a képviselőtestületet azzal a szándékkal, hogy olvasták a hírekben, hogy lesznek ilyen földút felújítási pályázatok, és ehhez 5%-on erőt kell biztosítani az önkormányzatnak. És a gazdák úgy döntöttek, hogy ez közérdekű kötelezettségvállalásba felajánlják az önkormányzat részére, amennyiben ebbe a pályázatba nyertes projektünk lesz, és így gyakorlatilag az összes település körüli földutak azok kővel lesznek leborítva. Ezek a mostani fejlesztéseink, itt várjuk az eredményeket, illetve június 6-án a Magyar Közlönyben egy nagyon jó hírt olvasott a település. Egy kettes típusú tornaterem fog épülni az iskola tanulói számára. Én azt gondolom, ez egy régi vágya a településnek, hisz mióta Tomály Monostora létezik, nincsen tornaterem, és hát majd meg fogom mutatni az iskolába, nagyon komoly sportélet van, és hát ezt a képviselőtestület is kitűzte céljának ennek a sportéletnek a továbbvitelét, és hát ez a tornaterem, ez egy ragyogó dolog, idős tornatanárok mondták, hogy ezt nem is gondolták az életből se, hogy sikerül. Tehát ezek most a futó projektjeink, pályázataink, és hát várjuk itt az őszi líder kiírásokat, ott is van egy csomó ötletünk, amikkel el tudunk majd indulni. Nagyon sok sikert kívánok a megvalósításhoz. Köszönöm szépen. Üdvözlöm Juhász Józsefnéd, Ibolyát, Tomaj Monostorán, itt a Gombaházban dolgozik, a Gombaházat vezeti. Mit lehet erről tudni? Hát 60 zsákkal van most a Gombaház tele, igen. Laska gombát termesztünk, reggel este locsoljuk, párásítjuk, 23 fokon tartjuk őket. Ez teljesen automatikusan működik ez a ház, tehát emberi segítséget úgymond a hétköznapokban nem igényel, tehát becsukják rá az ajtót, igen. És akkor ő végzi úgymond a maga dolgát. Igen, igen, nekünk csak annyi a feladatunk, hogy a vizet öntjük alá, reggel este egy-egy vödörrel, és a párásítóba öntünk vizet. Körülbelül mennyit tudnak belőle leszedni, mondjuk így? Hát július 3-án indítottuk el, és azóta kétszer szedtük, hát olyan 200-300 kilót egy szedéskor. Ez a helyi embereket látja el, intézményeket, vagy esetleg piacra is dobnak belőle valamennyit? Nem, piacra nem, az önkormányzat konyha, Protomaj konyhája használja föl. Köszönöm szépen! Nagyon szívesen! Milyen közmunkaprogramban vesz részt a község? A településünk már a 10. éve csinálja a közmunkát. A Start közmunkaprogramban rengeteg új elemet építünk be minden évben. Van egyrészt az állattartásunk, itt a mögöttünk látható lovakat az állampusztai börtöntől vásároltuk 4 évvel ezelőtt. Ezekkel megy a szállítási munka a közmunkán belül. Emellett van egy 340 adagos konyhánk, amire sertéseket tartunk, baromfiakat, azokat már most levágtuk, sajnos nem tudom megmutatni. Tehát ezeknek a húsellátását saját erőből biztosítjuk. Emellett van egy 6,5 hektár gyümölcsösünk, ami már most az idén termőre fordult. Ehhez csináltunk egy gyümölcsfeldolgozót, reményeink szerint jövőre már azt be tudjuk a gyümölcsleüzemünket is indítani, és akkor itt a településen élőknek kedvezményes áron értékesítünk, valamint a gyerekeknek gyümölcslevet biztosítunk. Emellett van egy szántóföldi zöldségtermesztésünk, itt különféle a konyhának szükséges dolgokat, krumplit,
hagymát, zöldségféléket termelünk, valamint itt meg fogom mutatni, van egy gombaházunk, ezt az idén újítottuk, mindig valami új ötlettel jön a település elő, és akkor ebbe a programba a gombát is termelünk. Emellett van egy másik programunk, ez a közút program, itt a településen lévő járdákat térkővel látjuk el, valamint kátyúztunk az idén, tehát ilyen útépítési, útjavítási munkálatokat is végzünk. Ez a két programunk van. Köszönöm szépen! Én köszönöm! Üdvözlöm Salai Tiborné Erikát, Tomaj Monostora egy lakóját. Mióta él ön a településen, és mit dolgozik itt, milyen munkát végez? Hogy érzi magát? 98 óta élek itt. Ide jöttem férhez, Tiszafüredről. Hát, jó. Mi dolgozik? Hát most jöttem vissza Gyesről, és most a virágos kertet kapálom, de... De nagyon szépen, már rendben. Is már, mióta itt lakom. Szeret ön itt élni? Hát igen. Itt van már a házunk, családom, három gyerekem van, három fiam, van egy kicsi, most megy óvodába, szeptembertől. Igen. Hát akkor további jó munkát kívánok önnek, és jó egészséget! Köszönöm szépen! Üdvözlöm Sági Juditot, a Tomaj Monostorai Általános Iskolának a testnevelő tanárát. Milyen sportolási lehetőségek vannak a fiataloknak itt a községben, a legkisebbektől a legnagyobbakig? Iskolánkban a tornának van nagy hagyománya, szertornával foglalkozunk, és a gyerekek elsőskoruktól kezdve egészen 8-ig űzhetik ezt a sportot. Diákolimpiákon veszünk részt egészen a kicsikkel is, fiúkkal is, lányokkal is, illetve a nagyobb korcsoporttal is, és a megyei versenyeken második, illetve első helyezéseket értünk el, az elődöntőkben pedig sikeresen helytáltunk. A sportolásra még lehetőség van, tavalytól kezdve szivacskézilabdázniuk a gyerekeknek, amit nagyon szeretnek, első és másodikos korcsoportot foglalkoztatunk, illetve ovifoci indult nem olyan túl régen, ovifoci pályánk van, és most már a nagyobbaknak is van lehetőségük a labdarúgást űzni, illetve kipróbálni iskolai szakkör keretében. A műfüves pálya mikor lett átadva, és mennyire tudja az iskola kihasználni testnevelési órákon? Ebben az évben került átadásra ez a pálya. Nagyon örültek a gyerekek neki. Eddig egy bitumenes pályánk volt, ami kevésbé lehetett kihasználni a sportolási lehetőséget, illetve nagyobb balesetveszély volt egy-egy esés esetén. Itt viszont sokkal nagyobb lehetőségük van. Egyrészt a labda nem gurul el, illetve felfestett pályánk van. Nagyon szeretik a gyerekek, és szünetekben is szívesen kéreckednek be játszani. A nyári időszakban is nyitva van a pálya? Igen, nyáron is van nyitva tartása, délutánonként 7 óráig lehet a gyerekeknek használni, illetve a felnőttek is jöhetnek. Köszönöm szépen! Üdvözlöm Boros Szilviát, Tomaj Monostora egy lakosát. Itt vagyunk az óvodába, ha jól tudom, akkor most szokatja be a gyermekét. Mióta él itt Tomaj Monostorán? Milyen tapasztalatai vannak a faluval kapcsolatban, az óvodával kapcsolatban? Jó napot kívánok! 8 éve költöztünk ide körülbelül Tomaj Monostorára. Mi elveszítettük a lakatásunkat, és itt kaptunk lehetőséget önkormányzati házat bérelni. Hol élt az előtt? Budapesten éltünk. Most már saját házunk van, a Csokkal vettünk 2 évvel ezelőtt. Most már a 3. kisgyerekemet szoktatom ide be az óvodába, és csupa pozitív tapasztalatunk van. Úgy tudom, hogy nem zár be nyári időszakra sem az óvoda. Nem zár. Ez miért segítség a szülőknek? Mert aki dolgozik, annak van hova tenni a gyereket, nincs gond azzal, hogy megoldja, és kiesés van a fizetésébe. Ez nagyon nagy segítség. Nagyon sok szép minden található itt az óvodában, itt a sportaréna, az egész olyan, mint egy játszótér. Otthon a gyerekek szoktak erről beszélni, azon túl, hogy mi történt egy napjukon? Nagyon-nagyon szeretik az óvodát, nekem a nagyobbik, ami még ide jár, ő 5 éves, most otthon maradt kivételesen, de nagyon szereti, jár focira, óvi focira, majd később is folytatni fogja az iskolába a jövőre majd.
És most beszokatós ugyan a legkisebbik gyermekével, de ön, amikor nincs gyesen, mit dolgozik, milyen lehetőségei vannak itt? Én most jelenleg nem dolgozom, esti gimnáziumba járok és gyesen vagyok. Idén fogok végezni, minden jól megy érettségizni, utána majd főiskolára szeretnék tovább menni. És az esti gimnázium az itt van Tomaj-Monostorán helyben, a Budakalászi gimnáziumnak egy kihelyezett tagozata. Nagy segítség itt az itt élőknek, aki akarja képezni magát. Milyen irányú képzés a terve? Védőnő. Szeretnék menni, ha sikerül. Biztos nagyon sok sikert, és minden jót kívánok. Köszönöm szépen. Üdvözlöm Gyulainé Túró Melindát, a Tomaj-Monostorai Általános Iskolának az igazgatónőjét. Megérkeztek a tankönyvek, indul a tanév. Mik az idei célok, tervek, elképzelések a tanévre nézve? Szeretettel üdvözlöm Önöket intézményünkben. Igen, nagy elismeréssel vagyunk a kelló felé. Valóban számra pontosan minden tankönyvet leszállítottak, és mi is ugyanilyen nagy lendülettel várjuk azokat a diákokat, akik a mi iskolánk tanulói. Hány fős lesz az első osztály idén? 21 elsős tanulónk kezdi meg általános iskolai tanulmányait a 2017-18-as tanévben. Mennyi az iskolának az összetanulói létszáma? Az elmúlt tanévet 177 fővel zártuk, most 166-an vagyunk. Pedagógusok tekintetében? 18 álláshelyünk van, és jelenleg 15 pedagógusunk van, illetve egy álláshelyet szerződéses óraadókkal töltünk be. Nagyon szép és rendezett a környezet itt az iskolákban. Projektort is találunk a tantermekben. Nagyon sok olyan díszítő elem egy-egy teremnek, ami nagyon fontos az oktatáshoz, a tananyagokhoz. Mivel szépítik, színesítik, fejlesztik még idei tanévben esetleg az iskolát? Hát köszönöm szépen az elismerő szavakat. Minden erőnkkel azon dolgozunk, én is és a pedagógus társaim is, hogy a szülők, illetve a diákok elégedettek legyenek az intézménnyel, és hát ez nem csak a tartalomban, hanem a külsőségekben is meg kell, hogy jelenjen, és hát minden erőnkkel azon vagyunk, hogy pályázati forrásokból, és hát saját kis erőforrásainkból, ötleteinkkel olyan tanulói környezetet biztosítsunk, ami adott ahhoz, hogy egy 21. századi modern iskolában minél több tudással felvértezve itt töltsék a 180 tanítási napjukat egy-egy tanévben a tanulók. Milyen fejlesztések várhatóak iskolán belül? Nagy meglepetésünkre végre az régóta várt tornaterem megépülhet a következő évben, és hát a országos sporteredményeink igazolják mindazt, hogy egy ilyen kis iskolából is indokolt az, hogy tornaterem épülve, vagy tornatermet tudjunk használni, és akkor még több gyerek szerepelhessen akár ilyen versenyeken. Ezen kívül egy EFOP pályázatot, eredményét várjuk még nagy bizakodással, hiszen rekordtán futópálya épülne. A nagyon régi és már egy picikét elavult villamoshálózat cseréje valósulhatna meg ebből a pályázatból, illetve bővítenénk és teljesen megújítanánk a vizes blokkokat. Eszközök vásárlására is lehetőséget nyújt ez a pályázat, ami a tartalmi munkát segítené. Nagyon szépen köszönöm, és sok sikert a tanévre. Nagyon szépen köszönöm. Üdvözlöm Kocó Esztert, a Művelődési Háznak a vezetőjét. Mit lehet tudni erről a Művelődési Házról? Nagyon szépen felújított épületben vagyunk. Ezen kívül milyen programokat, rendezvényeket tartogat az ebben az évben, meg úgy egyáltalán az elkövetkezendőkben, vannak a hagyományozó programjaik? Az intézményünkről azt kell tudni, hogy több funkciós, integrált közösségi szolgáltató térként működünk, ezen kívül közművelődési feladatokat is látunk el, és könyvtár is van az épületben. Ami külön érdekesség, hogy az épületben van még egy fodrászüzlet, és itt működik a posta.
illetve a pénzautomata is, tehát nagyon sok funkciót lát el az intézmény. Igyekszünk úgy a programokat kialakítani, hogy minden korosztálynak legyen megfelelő program. Van babamama klubunk, ami a 3 éves korig és a babáknak szól, nekik készítünk rendezvényeket, itt a könyvtárban szoktuk tartani. Ezen kívül van ifjúsági klubunk, különböző szakkörök, amire elsősorban az általános iskolás gyermekek járnak. Ilyen például a citera szakkör, a néptánc szakkör, tini klubunk van, könyvtárban is nagyon sok rendezvényt szoktunk rendezni, mesevetélkedőt. Nagyon jól működik a nyugdíjasoknak a klubja, ők Őszi Rózsa nyugdíjas klub, és itt a faluban 2 hetente találkoznak, fellépnek a falu és a környék rendezvényein. Ezen kívül ebből a nyugdíjas klubból alakult egy kis csoport, akik Őszi Rózsa népdalkörként működnek, ők szintén színesítik a fellépéseikkel a környék programjait. Ezen kívül nagy nyugdíjas találkozókat szoktak szervezni, intézményünkben is minden évben egyszer sor kerül rá, 150-en férünk el. Ami még érdekes az intézményben, hogy a lenti részünk, a földszint, az tornateremként is működik, tehát évközben, tanévben tornaterem, délutánonként szintén ilyen sportfoglalkozásokhoz veszik igénybe. A könyvtárunk az KSR formában működik, a Szolnoki Versegi Könyvtárhoz tartozunk, ennek nagyon örülünk, mert azóta nagyon jó a támogatottságunk. Körülbelül 100 000 forintot költünk könyvre és folyóiratokra egy évben, ezen kívül rendezvényre is adnak nekünk pénzt, amit nagyon szívesen felhasználjuk. Ennek keretében volt már író-olvasó találkozó, gyerekeknek gyermekműsor, úgyhogy velük nagyon jó, és szakmailag is sokat segítenek nekünk, úgyhogy én ennek nagyon örülök, hogy csatlakoztunk hozzájuk. Vannak olyan tervek esetleg, amik még nem kerültek megvalósításra, de jövőben mindenféleképpen szeretnék? Az egyik, hogy az ifjúsági klubot szeretnénk föllendíteni. Egy időben nagyon jól működött, most a generációváltás miatt van gondunk, hogy elkerültek a fiatalok, és az újak még nem, tehát őket szeretnénk egy kicsit megint visszahozni a tomajmonostorai közéletbe. A másik ilyen tervünk, hogy középkorúaknak is szervezzünk valamilyen foglalkozást. Őket kicsit nehezebb megmozdítani, tehát ilyen varrószakkör, vagy népdalkör, vagy ilyesmire gondolunk. Sok sikert a megvalósításhoz. Köszönöm szépen. Üdvözlöm Juhász Andreát, a Tomai Monostorai Gyermek és Családsegítő Szolgálatnak az alkalmazottját. Mit lehet tudni erről a szolgálatról? Mi a fő prioritása, milyen funkciókat tölt be itt a községben? Üdvözlöm én is Önöket! Mi 2014-ben költöztünk ebbe az új épületben. 3 fél alapszolgáltatást nyújtunk, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, és ez is családi és gyermekjóléti szolgálat. 5 fő állandó munkatárssal dolgozunk, 2 fő családsegítő és 3 fő pedig szociális gondozó személyek. Milyen feladatokat látnak ezen kívül el? Tehát értem itt a gyerekekre, az idősek segítésére is. Ügyintézési nehézséggel küzdő emberek problémáival mindenkinek segítünk eleget tenni. Különféle időpontok megkérésében, beutalók elintézésében, illetve nyugdíjazásokban, családtámogatási ellátások igénylésében, illetve nagy feladatunk volt ez a csok igénylésében is nagy segítséget nyújtottunk a falunak, akik ezáltal új házat tudtak vásárolni, saját házba költözhettek. Ennek teljes körű elintézésében nyújtottunk segítséget, megkértünk mindenféle igénylőlapokat, kikértünk ügyvédhez, időpontokat kértünk, és azt gondolom, hogy ezzel nagy segítséget nyújtottunk ezen családok számára.
együttműködési megállapodást kötünk minden olyan ügyfélel, aki legalább háromszor jelenik meg a szolgálatnál, illetve vannak egyszeri ügyeink is, ők legyenek egy egyszerű ügyintézés, de ha úgy látjuk, hogy egy adott probléma egy interjúval nem zárható le, akkor pedig egy együttműködési megállapodást kötünk. Ennek feltétele, hogy minimum három találkozás legyen, ez lehet irányított találkozás, illetve szolgálathoz bejönni, bármiféle problémájuk van. Vannak, akiket alapellátásban gondozunk, családok, családlátogatásokat teszünk a családoknál, illetve bármiféle problémáikkal fordulhatnak, és mi szívesen rendelkezésükre állunk. Mivel tudjátok még segíteni a falu közösségének lakosságát? Két hetente ruhaosztásokat szoktunk tartani, amelyeket a faluból kapjuk adományként, és ezzel segítjük a szociálisan rászoruló embereket. Általában egy bőrzés során olyan 15 darab ruhát szoktunk megengedni, mert hogy minél több alkalommal hozzájuthassanak a ruhaadományokhoz, és jó minőségű ruhákat kapunk, játékok is szoktak köztelenni, illetve gyerek-felnőtt ruházat egyaránt megtalálható, illetve ritka esetben szoktunk kapni ilyen edényeket, háztartási eszközöket. Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk bátran, és maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik adásunk a jövő heti viszontlátásra mindenkinek.